A Vive Fesztivál bevezető zenéje csendült fel a második Kárpát-medencei Dankó találkozó kezdetén. Természetesen Dankó nótákkal készültünk, mivel hogy őt ünnepeljük ma, és igaz, hogy van egy-két nóta, ami nem Dankó nóta, de hát nehéz összerakni egy énekesnek olyan nótákat, amit mindegyik Dankó ír. A találkozó gála estjét szombaton tartották, de a fellépők már korábban megérkeztek Torontálvásárhelyre. Mi már tegnap elkezdtük a nótázást, tegnap 10:30-ig már énekeltünk, úgyhogy mára egy picit talán be is rekedtünk, de reméljük, hogy azért a színpadon is ugyanúgy sikerül teljesíteni. Azért hívták életre a Kárpát-medencei szintű találkozót, mert Dankó Pista hagyatéka mindenkié. Torontálvásárhelyen azonban nem csak Dankóra emlékeztek. Dankó Pista nem csak a szegedieké és a magyaroké, örökösen nincsen neki, így az egész magyar nemzet határon túl, határon belül tulajdonosa Dankó Pista közel 600 dal költeményének. Mi annyival kibővítettük, hogy tekintve, hogy Dankó Pista halálának 111. évfordulója van, a mi neves nóta szerzőnknek, de Bejasa szülöttjének, Vitkai Gyulának a halála 41 évvel ezelőtt következett be, így akkor ez most egy kicsit bővül. A Dankó találkozón az énekeseket Zsadányi Sándor népi zenekara kísérte.